Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy olvasóvlog lesz. Mégpedig a Daisy Jones and the Six-et fogom olvasni benne. Taylor Jenkins Reid-től, akitől én már olvastam az Evelyn Hugh, vagy Evelyn hétférjét. És ez a kötet egyébként a könyvőképzőtől egy recenziós példányom, úgyhogy ezúttal is nagyon szépen köszönöm, és már nagyon-nagyon várom, hogy milyen lesz. Igazság szerint már elkezdtem. Este elkezdtem, hogy beleolvasok, aztán egy laza 50 oldal lecsusszant belőle. Szóval ezt a könyvet már nagyon mondta nekem Emma, meg úgy mindenki más is, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok rá, ráadásul jövőre jön belőle egy sorozat is, úgyhogy amiatt is kíváncsi vagyok, és tegnap pont vettem fel a 2023-ban várható adaptációk videómat, amiben elmondom majd, hogy, vagy elmondtam már, hogy igen, ezt a könyvet majd el szeretném januárban olvasni, hát úgy tűnik, hogy ez egy december lett belőle, na mindegy, tegnap így kedvet kaptam hozzá azután a videó után. Úgyhogy most ezt fogom olvasni, és ez egy kicsit ilyen karácsonyi hangulatú lesz, mert hogy ma december 23-a van, tehát 22-én kezdtem, tehát így ilyen félig vlogmaszba bele fog fulladni ez a dolog, vagy bele fog folyni. Úgyhogy igen, úgyhogy most ezt fogom így, hát mondjuk rá azt, hogy egy évvégi olvasmányként ezt fogom olvasni. Egyébként maga a sztori az az, hogy ilyen interjúkból megismerjük Daisy Jones-t és a The Six nevezetű zenekart, akik így azt hiszem, az lesz, hogy egy ponton így csatlakoznak, tehát egy Daisy Jones és a Six, vagy a The Six az így egy banda lesz. És az nekik az érdekességük, hogy így a karrierük csúcspontján egyszer csak szétmennek, és senki nem tudja miért, és akkor a szerző az készített egy interjút velük, vagy hát ilyen nagyon sok interjút, és abból így összerakjuk a sztorit, nyilván több szempontból vizsgálunk meg bizonyos eseményeket, és akkor ez a könyv. Eddig tök izgi ez a formátum, és nagyon-nagyon érdekel, úgyhogy kíváncsian várom a hogy tovább tudjam olvasni. Úgyhogy igen, ezt így még 2022 végére besúvasztom. Neki dőlök éppen félig a fának, se baj. Szóval Daisy Jones and the Six már majdnem félúton járok, 170 oldalnál. Szóval már így nagyjából a sztori az átvette azt, hogy kinek hogy indult, melyik Daisy Jonesnak meg a The Sixnek hogy indult így a karrierje, mi történt az elején, hogy történt, és most tartunk ott, hogy így lassan egyesül a két előadó, a banda meg Daisy. Eddig egyébként tök érdekes, meg tetszik, tényleg nagyon gyorsan lehet vele haladni emiatt az interjús forma miatt, és már most is előjött az, hogy egyes eseményekre nyilvánvalóan más alanyok más, hogy emlékeznek, és kicsit másként mondják el az eseményeket. Úgyhogy tök érdekes, meg érdekel az is, hogy akkor ez így hogyan tovább. Meg kíváncsi vagyok, hogy így Billy meg Daisy között így mi lesz tovább, mert biztos vagyok benne, hogy ebből lesz valami, bár na mindegy, majd meglátjuk, szóval nem tudom még, de eddig tetszik, úgyhogy ja, folytatgatom itt szép lassan. Most már nincs karácsony mondjuk, de gondoltam még hangulatosabb a karácsony felett. Mi van ma 28? 4 nap alatt ezt még szerintem be tudom fejezni, legalábbis remélem, szeretném, hogy még ez így akkor az idei utolsó olvasmányom ez legyen. Aztán meglátjuk. Amúgy tök jó az a, hát ugye 70-es években játszódik, és mondjuk elég durva alkohol és drogfogyasztás van benne. Nyilvánvalóan az akkori divatnak megfelelően. Ja, kicsit az elején meg kellett szokni, hogy ugye legelőször, amikor egy nevet leírnak, akkor odaírják, hogy az kicsoda, és akkor utána mindig így emlékezni kellett meg visszalapozni, hogy oké, akkor ez most kicsoda is pontosan. De most már itt 170 oldal környékére nagyjából megvan, hogy ki kicsoda.
és így, hogyha elolvasom a nevet, nem azt nézem, hogy te ki vagy. Mert az elején volt egy-kettő ilyen, hogy okay, és te ki vagy. Főleg, amikor így a The Six-hez így bedobták azt a hat nevet, ami így a bandának a tagjai, és így okay. És ezt most jegyezd meg. Ja. Úgyhogy eddig tetszik. Aztán majd szép lassan bontakozik ki a továbbiakban a sztori. Így másfél héttel a könyv befejezése után végre felveszem ennek a vlognak a befejezését. Befejeztem a Daisy Jones and the Six-et még decemberben, mire ez a videó kimegy, már alapból is január lett volna, de hogy mire felveszem ezt már, az is nagyon régen volt. Szerintem lehet közel raktam ezt a kamerát. Szóval, úgyhogy ez volt az utolsó olvasmányom 2022-ben. Záró gondolatok, mert szerintem körülbelül ugye a könyvnek a fele körül volt a legutóbbi bejelentkezésem. Tetszett összességében ez a könyv, jó volt. Szerintem ugyanarra értékeltem, mint az Evelyn hétférjét. Ja, mi az a baj, hogy ilyenkor már nem emlékszem, hogy mit vettem fel az előző bejelentkezésekben, és ilyenkor vágáskor szanálhatom ki a 10 perces monológokat, amiket már háromszor elmondtam. Tök jó, gyorsan lehetett haladni, és egyébként a második fele úgymond izgalmasabb volt, hogy nyilván sokkal jobban beindultak az események, már össze tudtam rakni, hogy ki kicsoda, és nem kellett mindig visszalapoznom, hogy ez most ki is volt ugye az interjúkban, mert mikor a nevet legelőször írják, akkor odaírják, hogy ez kicsoda, utána meg már nem, és így néha nehezen emlékeztem vissza. És ugye a második felében a könyvnek már a banda az így szerepel, tehát hogy amikor már túllendülünk azon a részen, hogy Daisy-vel kollaborálnak, és utána összeállnak, és csinálnak egy közös albumot, akkor úgy beindulnak úgymond az izgalmak, szóval a második felét azt elég gyorsan szerintem azt majdnem egyben daráltam le. Nagyon értékeltem ebben a könyvben, hogy bár ugye a könyv, nem is tudom már melyik részében, de hogy ugye az elején, amikor a The Six-nek beindul a szekér, akkor ugye nyilván kell vele a klasszikus megcsaljuk a párunkat storyline, mert miért ne lenne benne egy ilyen, szóval a rockstar élet beüt. Igen, ez spoileres lesz. Nem mondom, hogy azon meglepődtem azon a részen, így valahogy szerintem az ember úgy várhatta. De nagyon érdekes volt azt látni, hogy ebben a könyvben nem az lett a vége, hogy üvöltözve szakítunk, hanem itt Camilla megmondta Billynek, hogy ide figyelj, szedd össze magad, és legyél a gyereknek az apja. Szóval azt amúgy így értékeltem, meg azt is értékeltem Billy karakterében nagyon, hogy összeszedte magát. Úgyhogy nem utáltam Billyt, ami én teljesen olyan rossz, hogy egy ellel mondom, és így tök máshogy hangzik magyarul, hogy nem utáltam Billyt. Na mindegy, szóval... Igen, én egyébként lélekben valamennyire készültem, hogy Billy ilyen ellenszenves karakter lesz számomra. Nem tudom megmondani miért, csak ilyen rossz előérzetem volt. Én fülszöveg alapján teljesen arra készültem ennél a könyvnél, hogy vajon mi lesz? Mi lesz a sztori, hogy az, hogy Daisy és Billy összejönnek, vagy szerelmesek lesznek, ez szerintem ez így eléggé kiszámítható volt. Amit nagyon értékeltem a könyvben, mert hogy számomra az okozta a zavarodottságot az elején, hogy ugye írták, hogy Billynek van felesége, és mondom, ugye nem lesz itt ilyen nagyon nagy megcsalós ív, mert akkor elhajítom a könyvet a szobán keresztül. Úgyhogy én nagyon értékeltem, hogy a végére az jött ki, hogy a Billy és a Daisy nem jöttek össze egymással, de azt annyira nem értékelem, hogy nyilván az lett a mozgató rugója a katarzisnak, hogy ők ketten végül is egymásba szerettek, és így ezzel nem vagyok elégedett, de csak azért, mert ez tipikusan ilyen megértem az egész szituációt, meg el tudom hinni, meg el tudom képzelni, csak ez tipikusan egy olyan ilyen tematika könyvekben, amiből így telítődök egy idő után, és én ebből a tematikából telítődtem, szóval ez a megcsalás per viszonzatlan szerelem, ez nekem néha már sok, vagy sokszor előjön, túl sokszor jön elő, és akkor egy idő után, hiába jó mondjuk a könyv, ez az egy dolog, hogyha vagy ilyen szál van benne, akkor azt ugye kevésbé tudom értékelni, mert akkor megint az van bennem, hogy már megint ez, tehát hogy ennyi, tehát hogy igazából nem volt vele bajom, meg tök jól csinálta a szerző ezt a szálat, tehát hogy ez egy ilyen egészen másfajta kivitelezése volt ennek a, nem tudom mi ez is szerintem klisének számít, tehát ennek a történetelemnek ez egy egészen másfajta kivitelezése volt, mint amivel én eddig találkoztam. Ja, plot twist, amikor bejött, hogy az egész interjút azt ugye Billy és Camilla
lánya csinálja, ugye Julia, azt így nem láttam jönni, ugye az is ilyen tök érdekes volt. Azt egy kicsit leszpoilereztem magamnak, és akkor így nem tudom, egyszer csak így lapoztam, és így megálltam, hogy mi? Igen, Camillát egyébként nagyon bírtam, mert nagyon jó, őt nagyon bírtam. Bár nem szerepelt olyan sokat, mint interjú alany, de magát a karaktert nagyon bírtam. Viszont ugye mikor márciusban jön belőle Amazonra ez a minisorozat, úgyhogy arra kíváncsi leszek. Ugye sok minden arról így nincsen, van egy ilyen teaser trailer, de ugye ez nem tudom, hogy 5 másodperc, és annyit lát benne az ember, hogy Billy rákacsint Daisy-re. Úgyhogy ezek után így egyébként tök jó, hogy így megjött hozzá a kedvem, és el is olvastam, úgyhogy most már lehet várni a sorozatot. És igen, és még egyszer köszönöm a könyvmegképzőnek, hogy elküldték, mint recenziós példány, és hogy így el tudtam olvasni. És ha minden igaz, akkor Emmával még fogunk erről egy podcast epizódban kicsit beszélgetni. Igaz, Emma? Ez nem biztos, hogy hallottad, de azt mondta, hogy Szóval ez lett volna a Daisy Jones and the Six. Őszintén szóval kicsit nehéz ennek a könyvnek szerintem összefoglalni a dolgait. Az interjús része miatt, meg hogy gyakorlatilag tényleg azt mondja, hogy hogyan jön össze a két banda, és lesznek nagyon sikeresek, és aztán hogyan mennek szét, és ezt így nem lehet jobban tovább részletezni így szóba, el kell hozzá olvasni, mert nyilván egy csomó minden, ami így közben belső viszonyok történnek, az, ami ezt az egészet alakítja, és ahhoz azt így nem nehéz így összefoglalni rövidebben. De mindenképp ajánlom, és hát a formátumából származva, formátumát tekintve, ugye egy nagyon gyors olvasmány, szóval bőven belefér még márciusig, ha valaki a sorozat előtt el szeretné olvasni. És hagyd mondjam meg, nekem ez a borító egyébként nagyon tetszik. És hogyha ti is olvastátok volna a könyvet, akkor írjátok meg kommentben, hogy nektek mi volt róla a véleményetek. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!